Köszöntöm a TV Szentendre nézőit, önök a híradót látják, elsőként nézzük, hogy miről lesz szó mai adásunkban. Testületi ülés 24 napi rendről döntött a grémium. Tűz kigyulladt egy családi ház Pomázon. Látogatás városunkba járt az izraeli nagykövet. Ismét összeültek a városatyák a soron következő testületi ülésükre a Városházán április 19-én. Ez alkalommal 24 napi rendről szavaztak a képviselők, sürgősségi indítvány nem volt. A jelenlévőket Szentendre polgármestere Versegi Nagy Miklós köszöntötte. Sürgősségi indítvány nem volt, a kiadott napirend szerint haladt az ülés. A napirendet a megjelent képviselők 14 igennel fogadták el. Köszöntöm a képviselőtestület tagjait, hivatal munkatársait, megjelent vendégeket, illetve meghívottakat. Sürgősségi indítványunk nincsen most a mai napon, úgyhogy a kiadott napirend szerint haladnánk. Először akkor kérném szépen, hogy a készülékek bekapcsolását követően a napirend elfogadásáról szavazzunk. Négyesi Katalin képviselőasszonytól várnánk egy gomnyomást. Köszönöm szépen, 14 igennel. Elfogadtuk a napirendet, interpelláció kérdés a mai ülésre nem érkezett, úgyhogy már is a második napirendi pontra térünk, a két ülés közötti időszak eseményeiről szóló tájékoztató. Van-e kérdés, észrevétel ezzel kapcsolatban? Amennyiben nincsen, akkor a tájékoztatót elfogadtuk. Harmadik napirendi pont lejárt, határidei határozatok végrehajtásáról szóló jelentés. Van-e ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Szegedi István képviselő úr, parancsolj! Köszönöm szépen a szót! Csendes vagyok. Kettő darab észrevételem lenne még hozzá, ha jól emlékszem, a 10-es, illetve a 41-es ponttal kapcsolatban. Az egyik ugye ez a Szájer kérdése. Itt ugye látjuk, hogy kicsit mintha elakadnának az ügyek, amit annó olyan sürgősen kellett keresztül vinni. Ugye többször többféleképpen fölhívtukták rá a figyelmet, hogy talán nem fog ez olyan jól működni. Ennek ellenére, hogy megkötöttük a szerződést, ennél egy kicsit részletesebb tájékoztatást kaphatnánk, hogy hogy áll az ügy, mit tartalmazott pontosan ez a levél. A másik meg egy szintén ugyanebben a Papszigeti fejlesztés. Itt igazából arra lennék kíváncsi, hogy történt-e valami a kormányülésen ezzel kapcsolatban. A fejlesztési tervvel kapcsolatban van-e valami állásfoglalás a kormány részéről, mert olyan párhuzamot látok a két ügy között. Szegedi István a TESZ képviselőjének Versegi Nagy Miklós válaszolt. A két ügy között semmilyen párhuzam nincsen, de úgy gondolom, hogy majd lesz, amit írásban fogunk tudni csak megválaszolni. A Szájernek küldtünk egy felszólító levelet, mivel valóban késedelembe esett, tehát van egy olyan mérföldkő, ami eredménytelenül telt el. Ezt a felszólító levelet ezt kiküldjük tájékoztatásként a képviselőtestületnek, tehát itt van egy késedelem a vállalkozó részéről. Papszigeti fejlesztés ügyében nem tudok róla, hogy lett volna kormány döntés, tekintettel arra is, hogy ugye a kormány az éppen most fog majd fölállni, tehát ezzel kapcsolatban részletesebb tájékoztatást akkor írásban fogunk küldeni a képviselőtestületnek. A szót Kubatovics Áron, a TESZ képviselője vette át a témával kapcsolatban. Én úgy tudom, vagy úgy látom, hogy továbbra is szedjük ott a parkolási díjat, és én úgy emlékszem, hogy akkor realizálódik az adásvétel, hogyha átutalja a Szájeb. Tehát ezért van az, hogy mi még jogszerűen szedhetjük a parkolási díjat. Ez a kérdésem, hogy erre kérnék egy választ. Köszönöm. Ez így van, ezt megerősítem, jogszerűen szedjük a díjat, tehát birtokbadás nem történt, az összeget nem utalta át. Az ezzel kapcsolatos határozati javaslatot 14 igennel fogadta el a képviselőtestület. A negyedik napirendi pontunk a TDM közszolgáltatási szerződésének módosításáról szóló előterjesztés. Van ehhez kapcsolódóan kérdés, észrevétel? Amennyiben nincsen, akkor a határozati javaslatról kérném szépen, hogy szavazzunk.
14 igennel elfogadtuk, köszönöm szépen. Az 5. napi rendi pont a Szentendrei Iparművészeti Vásárokról szóló előterjesztés. Van-e kérdés észrevételehez kapcsolódóan? Bizottsági módosító, amit két bizottság is már elfogadott. Jegyzőrt megkérném, hogy a módosítás tartalmát ismertesse. A mindkét bizottság azt javasolta, hogy a határozati javaslat 3. pontja módosuljonaként, hogy a 2018. június 9-én megtartandó KOMKFT együttműködésével megtartandó iparművészeti vásár a Dunakorzón legyen, és a többi, tehát a július 7-én, augusztus 11-én és szeptember 15-én megtartandó iparművészeti vásár pedig a főtéren. Tehát ennyi változás lenne csak, hogy a június 2. szombatjára tervezett kortárs művészeti piac a főtér helyett a Dunakorzón kerül megrendezésre. A napi rendi ponttal kapcsolatban még a szavazás előtt kért szót Kubatovics Áron, a TESZ képviselője. Mikor és miért szűnt meg a Dumcsa-korzó? Én arra emlékszem, még évekkel ezelőttről, talán 13-14, de talán 15-ben is erről szó volt, hogy ugye a kezdeti szervezőktől, tehát a Novák Gáboréktól és a művészétteremtől ugye átvette először egy valami másik társaság, aztán a TDM-hez került, és aztán most meg az jön itt előteresztésben, hogy megszűnik. Hogy ez a folyamat, ez hogy alakult így? Ez nem derül ki számomra ebből az előteresztésből. Köszönöm. Igen, itt többféle konstrukció lett kipróbálva, volt, amikor a város szervezte, volt, amikor az át lett adva. Az elmúlt 3 évben ugye volt egy vállalkozói csoport, akivel a város leszerződött. Itt a név használatban is egy különbség volt, az egyiket Dumcsa Korzónak, a másikat Dumcsa Forgatagnak hívták. Tehát az elmúlt 3 évre volt ez a szerződés, ami lezajlott. Ez sem a vállalkozó részéről nem merült fel annak a gondolata, hogy ezt meghosszabbítaná, vagy új szerződést szeretne kötni, és a város részéről úgy látjuk, hogy jobb lenne, hogyha az önkormányzat maga szervezni a jövőben ezt a vásár. Kubatovics Áron kitért a helyi iparművészet és kézművesek helyzetére is a vásárokra vonatkozóan, akiknek álláspontja szerint magasak a bérleti költségek a képviselő elmondása szerint. Némileg csatlakoznék az Áronhoz, ugye az előterjesztésben is úgy szerepel, hogy amennyiben az elképzelés támogatást kap, csak azután fogják kidolgozni részletesen a szerződés keretében a feltételeket. Szerintem ez jó lenne fordítva. És ugyanígy, ugyanebben egyen lejjebbi bekezdésben szintén, hogy ha támogatást kap, akkor fognak tisztázódni a terület rendezésével kapcsolatos részletek. Tehát, hogy ahhoz van kötve a támogatás, vagy ahhoz van kötve a részletek tisztázása, hogyha támogatást kap. Lehet, hogy ez jobb lenne fordítva, mert akkor Áron kérdése se szerepelne. Köszönöm. Köszönöm. Alpolgármester asszony, parancsolj. Köszönöm szépen. Itt a testületen hoztunk nem olyan régiben egy rendeletmódosítást, ami arról szól, hogy az önkormányzati ingatlanoknak az esetében lehet lokációját tekintve, hogyha belvárosi, központi fekvésű, főtér környéki kulturális tartalommal pályázni. Az pont ezeknek a csoportoknak szólt, hogy ne a 25. hamburgeres nyisson a belvárosban, hanem helyzetbe tudjuk hozni azokat a helyieket, akik művészettel foglalkoznak. A határozati javaslatot a képviselők 14 igennel fogadták el. A Dumcsa-korzón idén kizárólag helyi művészek kapnak kitelepülési lehetőséget a várostól. A testületülés további részleteiről holnapi híradónkban számolunk be. Kigyulladt egy családi ház villanyórája szombaton este Pomázon a Plébánia utcában. Tájékoztatta a Szentendrei Média Központot a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A tűzoltók kiérkezésekor a tűz már átterjedt a 100 négyzetméteres épület tetőszerkezetére is. Személyi sérülés nem történt. A pomázi önkormányzati és a szentendrei fővárosi hivatásos tűzoltók 3 vízsugár segítségével oltották el a lángokat, majd vizsgálták át az ingatlant. A ház ideiglenesen lakhatatlanná vált. Az ott élő ember rokonokhoz költözött.
A horvát, a szerb, a magyar népzene és a tambura volt a középpontban múlt héten Budakalászon. A faluházban tartották a 9. országos tamburás találkozót, ahol szentendrei művészek is zenéltek a közönségnek. A zenei fesztiválon idén is neves fellépőktől szóltak a jól ismert délszláv dallamok. A Söndörgő Együttes is részese volt idén is a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola által 9. alkalommal megszervezett országos tamburás találkozónak, amit a közelmúltban tartottak a budakalászi faluházban. A zene és tánc mellett kiegészítő programok is várták az érdeklődőket, úgy, mint dr. Juhász Katalin tavaszi délszláv népszokásokról szóló előadása, vagy a hagyományos népi ízek. Alapvetően a délszláv kultúrát ápoló, és ezt a hangszert, vagy ennek a hangszercsoportnak, és ennek a területnek a kultúráját tanuló gyerekeknek a találkozója tulajdonképpen, akik ezt a zenét tanulják a zeneiskolákban. Úgyhogy ezt mi találtuk ki annak idején Szendrődi Ferenc tanár úrral, Kossuth Díjas tanárunk, a Vujicsics Együttesnek a kiváló primtamburása, és természetesen adódik, hogy itt a környékbeli iskolák, elsősorban a pomáziak és a szentendreiek, akik ugyanígy tanítják ezt a hangszert és hangszercsoportot, ővelük karöltve szorosan, ápolva a kapcsolatokat, meghívtuk azért a távolabbi ilyen zenét játszó csoportokat is. Szoktunk mindig Tökörről, Mohácsról, Bajáról vendégül látni még csoportokat. Most éppen ebben az évben mohácsiak nem tudtak részt venni, de Tökörről 3 együttes is érkezett, illetve Bajáról egy profi zenekar, a Danubia Orkesztár Csurai Attila vezetésével. A délután folyamán feltétlenül meg kell említsem 2 profi zenekarunkat, akik minden évben eljönnek és boldoggá tesznek minket azzal, hogy a kicsiknek bemutatják, hogy hova lehet fejlődni. Ez a Babra zenekar Budapestről, akinek egyébként az egyik tagja a mi tanárunk és a jelenlegi rendezvénynek a főszervezője Pozsonyi Dávid, illetve hát a Söndörgő együttes, akiket nem igen kell bemutatni, a világot járva éppen egy állomás itt nekik Budakalász, és borzasztóan örülünk, hogy minden évben eljönnek, és együtt vannak a mi kicsi tanítványainkkal, és mutatják nekik az utat. Szerb nemzetiségi önkormányzatnak köszönhetően idén is minden résztvevő, ez most kb. 80 főt jelent, nagyon finom csevapcsicsában részesülhet az ő felajánlásuk által. Ők megveszik, elkészítik és fel is kínálják a résztvevőknek, úgyhogy ebben a jó időben remélhetőleg majd az udvaron kerül sor erre délután folyamán, és hát a legvégét zárjuk majd a Borvirág zenekar játékával kísérve. Egy táncházat szerveztünk a végére, hogy ne csak zene legyen, hanem ehhez a kultúrához szervesen hozzátartozóan ugye tánc is járul, tehát aki lelkesen itt marad, az még táncolhat is egy jót. Lehetőséget kell biztosítani minden fiatalnak, aki fogékony a zene iránt, hogy megismerkedjen a népzenében használt hangszerekkel, hogy megszeresse általa a különböző nemzetiségek dallamait. Nekünk ez a második alkalmunk, hogy itt vagyunk ezzel a felállással, Danubia tambura zenekarként Bajáról. És mivel készültek a mai előadásra? A mai nap csak magyar zenéket hoztunk, népzenét, illetve népies műdalokat, magyar nótákat. Egyébként milyen a zenei közösség így a térségben? A zenei közösség igazándiból több stílusú zenekar van, mármint tamburával értve, vannak magyar zenekarok, délszláv zenekarok, ezen belül szerb, horvát, Horváton belül sokat szok bunyavált zenészek, és annak a zenéknek a repertoárját szokták előadni. És hogy látja, mennyire népszerű a fiatalok körében ez a hangszer? Hát a mi térségünkben egyre inkább, például én is tanítok, egyre többen tanulnak tambura hangszereket, tambura hangszer összes családját, prímet, baszprímet, kontrát, bőgőt, csellót, és most jelenleg 80 tanítványom van. Minden évben ellátogat a zenei fesztiválra a Szentendrei Söndörgő Együttes is, akik sűrű időbeosztásuk ellenére is jelen voltak a budakalászi rendezvényen.
Jó magam jelenleg a Budakalászi Zeneiskola tambura zenekarát képviselem. Ettől az évtől, előző években Szendrődi Ferenc tanár úr és Kis László tanár úr vezették a tambura zenekart. Én január óta vagyok itt, úgyhogy mondhatni ez a 9. alkalom, hogy alapítói vagyunk a rendezvénynek. Szerintem az magától értetődő, hogy ha már 9-1-ére megrendezték, akkor van rá igény. Most még ugye mondhatni, hogy kora délutáni órákban vagyunk, viszonylag szépen összejöttek a nézők, de reméljük, hogy később, amikor a nagyobb, mondhatni profi együttesek jönnek, akkor még többen összeverbuválódnak a környékről. Egyébként maga a hangszer milyen népszerűségnek örvend? Hát ezen a vidéken ugye eléggé népszerű, ugye Budakalászon, Szentendrén, Pomázon, Csobánkán elég nagy létszámú kisebbségű délszláv lakosság lakik, szerbek, horvátok, akiknek lényegében a sajátjukként tekintenek a tamburára, úgyhogy úgy gondolom, hogy nem kell itt senkinek külön bemutatni, hogy akkor mi is az a tambura és tambura zene. Pontosan kiket fog össze ez az alkalom? Elsősorban szerintem a környéken élő szerbeket, horvátokat, de ezen kívül az iskolának a tanulói akár ugye eljönnek szülőkkel, nagyszülőkkel együtt, szóval lényegében egy családi rendezvényként is felfogható. Nem csak a közönségnek, de a fellépőknek is fontos a fesztiválon való részvétel, ahol újjáélednek a hagyományok és a népszokások. A mai alkalomra a Babra zenekarral egy olyan zenei anyagot fogunk előadni, ami tulajdonképpen nem meglepetés, mert már akik hallottak bennünket, ők sokszor hallották ezeket, mert amióta megvan a zenekar, 4 éve, nagyjából kidolgoztunk magunknak egy olyan repertoárt, amit most CD-re rögzítettünk, illetve még nincsen kész, de a felvételek megvoltak, és ebből a CD felvételből fogunk válogatni. Ez a 3. alkalom, hogy részt veszünk a találkozón, és hát nagyon gyorsan megy az idő, mert olyan, mint hogyha tegnap lett volna a tavalyi, de nagyjából ugyanolyan pozitív a hangulat is, mindenki nagyon örül, úgy látom, szuper. A tamburás találkozó egyben jótékonysági esemény is volt, ahol a zeneiskola javára gyűjtöttek a szervezők. Szentendrére látogatott az izraeli nagykövet. Ő excellenciája Josif Amrani, Izrael állam nagykövete hivatalos látogatást tett április 20-án Szentendrén. Az államfő elsőként a Ferenci Múzeumba látogatott el. A hivatalos látogatásba egy rövid városnézés is belefért. A Dunaparton a Dunakorzót, illetve a mobilgátat tekintette meg, majd egy rövid belvárosi séta után a városházához érkezett a delegáció. Versegi Nagy Miklós polgármester irodájában fogadta a nagykövetet. A szentendrei program utolsó állomása a zsidó imaház volt. A szentendrei magyar-izraeli baráti társaság nevében Vajda János, illetve az egyesület tagjai köszöntötték és vezették körbe a nagykövetet az emlékházban. Izrael állam a héten ünnepli fennállásának 70. évfordulóját, illetve április 16-a a magyarországi holokauszt emléknapja volt, melyre a helyi közösségek országszerte főhajtással emlékeztek az áldozatok előtt. Forgalmi rendváltozás, útlezárás várható városunkban a sörmajális ideje alatt. Április 27-től reggel 6 órától egészen május 2-án reggel 6 óráig az alábbi szakaszokat zárják le. Dunakorzó Péter Pál utcától a Rév utcáig, Lázár Cár tér és a Dumcsa Jenő utca. Nemek szokásból közlekedjenek az előttünk álló hétvégén. Híradónk végén a várható időjárásról. Kedden reggel még több helyen lehet zápor, majd csökken a felhőzet, naposra fordul az idő. A kezdetben még erős északnyugati szél mérséklődik, 21 és 26 fok közötti értékeket mérhetünk.
Híradónk végén következzenek fontosabb híreink még egyszer. Ismét összeültek a városatyák soron következő testületi ülésükre a Városházán április 19-én. Ez alkalommal 24 napirendről szavaztak a képviselők. Ő excellenciája Josif Amrani Izrael állam nagykövete hivatalos látogatást tett április 20-án Szentendrén. Kigyulladt egy családi ház villanyórája szombaton este Pomázon a plébáni utcában, tájékoztatta a Szentendrei Média Központot a Pest megyei Katasztrófa Védelmi Igazgatóság. A tűzoltók kiérkezésekor a tűz már átterjedt a 100 négyzetméteres épület tetőszerkezetére is. Személyi sérülés nem történt. Ez volt már a Híradó a TV Szentendrén, érdemes velünk maradni, mert hamarosan a 7 embere című magazin műsorunk következik. Friss hírekkel holnap este 7 órakor várjuk Önöket, addig is, ha még több helyi hírre kíváncsiak, nézzék meg a szentendre.media.hu oldalt, ahol élőben is nézhetik adásunkat, és ne felejtsék el, hogy csatlakozhatnak hozzánk a Facebookon is. Munkatársaim nevében is köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!